Sziasztok! Elmesélem a csodálatos napomat, ami a világ legszánalmasabb napja volt szerintem eddig, nem. És még nincs vége. Sziasztok! És nem. Ő amúgy Réka barátnőm, és gondoltam kell egy kis asszisztencia ez a történethez. Hát jelenlévő voltam, inkább én magam. Tudom igazolni a történteket. Igen. Szóval elmentünk vásárolni, és hál' Istennek felvettem a kabátot, amit a Shein-től kaptam, hogy egyszer azért legyen rajtam, és nem egy rövid zsekibe mentem, ugyanis szétszakadt a seggemen a nadrág. De ez nem így kezdődött, nem? Először is bementünk, hogy az a nadrág az bő. Az igen. Üzlethelyiségben. Mond tovább, mi történt? Ja, nézem, hogy egyre trottyosabb a nadrág elől, egyre bénem, olyan tök szar, egy számmal kisebbet kellett volna venni, az így nem lesz jó. De már napok óta néztem egyébként, hogy így lazul ki, vagy nem tudom. Jó, aztán egyszer csak hátra nyúlok. És felfedeztem, hogy az én kurva kényelmes. Bocsánat. A nadrágom. Én meg ott vásárolok, odafordulzom, te. Most már tudom, miért ilyen lasza ez a nadrág. Felemelte a kabátját, oké volt az egész fenek. Úgyhogy kim volt minden. Hál' Isten a kabát leér kb. A bokámig. Úgyhogy... És ez még nem minden. Jó, akkor vegyünk el. Ami exotáját. Vegyünk egy nadrágot, nézelődünk, akartam amúgy egy piros műbőr nadrágot, tök jó lesz, minden, megvesszük, szép kifizetem, volt. Árba is jó volt, szuper, na, átveszem majd a kocsiba. El is indultam, hogy átveszem a kikapcsolod a rádiót? Addig a zenei aláfestés, tök jó volt. Szóval úgy voltam vele, hogy átveszem a nadrágot, majd a kocsiba lementünk, húzom le, az egész, mindjárt megmutatom amúgy a nadrágot, mert látvány. És felveszem a másikat, nagy nehezen húznám fel az oldalt cipzárt. Hát mondtam Rékának, hogy segíts már, és szétnyílt a cipzár. Az 5 perces nadrágnak a cipzárja, de nem ez volt a szép, hanem ezután nem lehetett lehúzni. Ezután ott kilótuk, hogy hogy szedjük le rólam, hogy ne így menjek be, hogy így a nadrág egy kicsit hibás. Szia, vegyétek már le rólam, Lénci! Cseréljük már ki, de vedd le! Csodálatos vagy. De mindegy, le tudta venni. Úgyhogy lejött, igen, de hát ugye szét volt nyilva, úgyhogy mentem visszavinni. És nem volt meg a blokk? És a frissen vásárolt nadrághoz nem volt blokk. Úgyhogy felmentem, hogy itt dzsihád lesz, hogyha nem cserélik ki, vagy nem vásárolhatom le, mert a fenekemen ugye a szétszakott nadrág, ami így már teljesen. Fogd meg a kamerát, megmutatom a nadrágot. Tehát előről gyönyörű, szép New Yorker, nagyon menő. Jó napot kívánok! Egy kis lyuk van a fenekében, a nadrágnak nem cserélnék ki véletlenül. Úgyhogy egy kis problémánk adódott ezzel. Na mindegy, visszavittem a piros műbőr nadrágot, ami ugye a mentő ötletünk volt. És persze méret nem volt, de amúgy sem mertem volna még egyet abból venni, ami ilyen csodálatosan funkcionált. Úgyhogy kicseréltem egy fekete farmerre, jó, átvettem, ami feljött a cipzár. Ja igen, a lány egyébként jó fej volt, mert nem volt benne a blokk, mondtam, hogy most vettem 3 percet, mondta, hogy emlékszik, persze, de hogy ez neki kellemetlen, meg minden, meg biztos kiszúródott, mondtam, hogy megnéztük a kocsiba, nem szúródott ki, de amúgy jobb lesz, ha kicseréli, mert azonnal cserélte persze, mert nyilván nem adott blokkot egyébként, és ennek örömére kicserélte, felvettem, minden király, elindultunk a kocsia. Kifordultunk a dominózus helyről, és álltunk a lámpánál. Amikor zöldre váltott a lámpa, egy fiatal ember elkezdte verni az Enikő oldali ablakot, hogy így, én meg már zárni akartam, hogy ez mit akar. Mondd el, miért is volt ez a verés? Kizártam a kabátomat. Fúj, kizártam a én már így fogtam a fejemet, sírtunk a röhögéstől, most ahhoz képest visszafogottak vagyunk. Na mindegy, és utána még megkérdeztem, hogy nem ütöttük el a csávot? Vagy azt is húzzuk magunk után, mint a kabátodat. Sajnálom, hogy így remegünk a kamerában, de ezt nem lehet röhögéstől kibírni. Szóval egyelőre. Csodálatos nap, egy bloggernek is lehet. Még ennyi, egyelőre. Ja, és még megyünk tovább. Semmi baj. Szóval ha nem élném túl, akkor nem kerül ki a videó. Szóval a tanulság, a blogger élete, sem játék és mese. Hallottál már a gonoszról? A csúf kopasz hókuszpókról.
Úgyhogy, ja igen, egyébként vettem egy ugyanilyen nadrágot, mert amúgy tök tetszik, és reméljük, hogy ezzel nem fog ilyen katasztrófa történni. Na, ennyi lett volna ez a csodás videó. Gondoltam, tudjátok, hogy nekem se egyszerű mindig, és tudok röhögni magamon legalább. Ilyen, és meg most már a kezem. Nem tudom, mások hogy szoktak amúgy vlogolni, ezt tök, mert nekem már fáj. Biztos nem tudom, neked már fáj. Fáj. Edzés, egy. Igen, ez ilyenkor edzés, úgyhogy sziasztok! Na ez az új nadrág. Fektetve réka. Ez az új nadrág. Oké. Okay. És ez a bezárt kabát. És a táska.